Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleyer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégünk... Tóth Csaba Kornél, a Mabosz elnöke, tehát ez a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetség, hogyha jól mondom. Igen, ez a pontos nevünk. Üdvözlöm és köszönjük szépen. Azt nem árt, tudják, hogy a rádiónk is a Mabos székházban működik, és itt nagyon sok szervezet, szervezet is működik, ahogy láttam rajtunk kívül, tehát táncszövetségek, meg ügyvédirodak, egy csomó minden. Hogy jött ez a, meg a hatos csatornán, hogy jött az ötlet, hogy ennyi helynek adnak, tehát ennyi szervezetnek adnak helyet? Hát egy kicsit kényszer is volt. Ezt az épületet 1971-ben emelték, annak idején úgy mondták, hogy a bélyeggyűjtők téglajegyeiből, tehát meg kellett vásárolni a gyűjtőknek egy bizonyos összegű téglajegyet. Nyilván a Magyar Posta annak idején hozzájárult ehhez, és akkor ez a székház az akkor igényeket elégítette ki. Hát ezt tudni kell, hogy akkor kb. 350 ezer bélyeggyűjtő volt, és a bélyegekkel foglalkozó apparátus beleértve a vidéki hét telephelyet is 130 főre rugott, és aztán rengeteg ember járt ide be, tehát akkor ez a székház kifejezetten a bélyeggyűjtőknek készült, és az igényeikre készült. Na most azóta az történt, hogy a bélyeggyűjtők létszáma legalábbis, ami a Mabiosz tagságot illeti lement 2500-ra, Nyilvánvaló, hogy nem tudtuk fenntartani ezt a székházat, és egyszerűen kényszer volt, és ki kellett adni. De hát nagy öröm, hogy olyanoknak tudjuk kiadni, akik azért a kultúrához kötődnek, és általában segítik nekünk ezt a tevékenységet. Ha már kultúráról beszéltünk, mi, mit jelent -e egy bélyegzőtő kultúrája vagy kultúrája, csak mennyi, mennyit tesz hozzá a, a, egy ország kultúrájához? Mit, mit gondol? Én szerintem rengeteget. Tehát azt szokták mondani, legalábbis a posta is így gondolja, hogy ez egy ország imást is teremt ez a bélyek Nem véletlen, hogy évente körülbelül 25 bélyeget ad ki a posta, és ennek, hogy mit ad ki, ennek a kiválasztását egy 15 tagú zsűri végzi el. Hála Isten, ebbe benne van a Mabiosz is három küldöttel, és ott nagy viták után alakul, hogy milyen béget adjunk ki, és itt tényleg az van, hogy a történelmi évfordulóktól kezdve az idegenforgalmon át mindenre oda kell figyelni, és így adják ki ezeket a bélyegeket. Van olyan sorozat vagy bélyeg, ami különösen kedves a szívének, akár visszamenőleg, ami elkezdett bélyeget gyűjteni? Vagy amire nagyon büszke? Hát az, hogy büszke vagyok, az mondjuk az nem jó megfogalmazás, de ilyen, ilyen gyerekkori emlékeimből ez egy kis nosztalgia lesz most. Tehát, Nyugodtan. Igen, én kb. 1952 óta gyűjtöm a bélyeget, akkor még apám vette, de emlékszem még most is arra az izgalomra, ami egy, egy vadállatok sorozat, vagy erdejállatok sorozat, vagy egy az a háromszög alakú madarak sorozat, vagy az 52-es Helsinki olimpiára kérdődött, hogy egy gyönyörű szép bélyegek voltak, és hát ez az izgalom még mai napig bennem van, vagy mondhatom a, a 6 3 bélyek kiadást, ugye hát ezt most ment el a Buzánszki az utolsó arancsapat tagja, hogy az micsoda öröm volt akkor, hogy egy ilyen bélyeget megszerzett. Tehát mondjuk ezek a kedvesek, de azt az ember azóta annyi bélyeggel találkozott, hogy így nagyon kedves, már nem is nagyon mondható. Viszont vannak nagyon izgalmasak. Ha már beszéltünk a múltról, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy hogy találkozott annak idején a bélyeggel, hogy lett bélyeggyűjtő, mert ez egy nagyon nagy szenvedés, nagyon sok információ és talán társaság meg kapcsolat kell hozzá. Hát én valószínű, hogy én szülőindítatásra, tehát ez nem olyan volt, hogy fiam gyűjts bélyeget, hanem egyszer elindult, hogy apám vett néhány sorozatot. És az én apám ezzel nem nagyon foglalkozott, szerintem szándékosan nekem vette, mert ő soha egy bélyegambóhoz nem nyúlt hozzá, odatta nekem, hogy tesz rendbe. Hát én meg rendbe raktam, és akkor előbb-utóbb ez így megtetszett, egy darabig ő vette. Emlékszem az első bélyeget, amit, amit, én vettem már zseppénzből, az talán 1950-es évek közepén volt egy mezőgazdasági vásár, és ott egy gyönyörű szép gyümölcs sorozatot árusítottak, kim voltam ezen a vásáron, és akkor megvettem két borítékon, úgy nagyon boldog voltam vele. És uh... Jó persze, mert a legtöbben úgy kezdik, hogy diákként. szerintem nincs is olyan fiú, aki nem gyűjt bélyeget, a, legalábbis a, a mikorosztályunkban még ez volt. Hogy, hogy ö, alakul ki egy, egy diák bélyeggyűjtőből, egy, egy gyerek gyűjteményből, aztán később, hogy valaki elkezd professzionálisan bélyeggyűjtő lenni? Én, én azt hiszem, hogy azért tehát nagyon sokan abba hagyták. Nagyon sokan abba hagyták. A, a gyerek gyűjtése az egy idő után pénzbelileg is nehézségekbe ütközik, érdeklődési kör, sok minden máson, főleg a mai gyerekeknél. Hát a mai világban volt egy ilyen felmérésünk iskolákban, megkérdezték a gyerektől, hogy mi az, hogy bélyeg, még azt se tudta, hogy mi az, hogy bélyeg, tehát ez rengeteg változott. Általában beadja a, a postára a borítékot, és ott csinálnak valamit, csinálnak. Áraknak egy ilyen raggyegyet, egy ilyen automatát rátesznek. És hát az a helyzet, hogy, hogy én itt ragadtam, az valószínű azért volt, mert rokoni kapcsolataimban is volt bélyeggyűjtő, aki ez el lehetett menni egy úgynevezett nagyöreg, akinek csodálatos bélyegei voltak, és ezt meg lehetett nézni, és akkor mindig lejártunk egy ilyen klubba és ott lehetett vásárolni, nézegetni. Tehát valószínű ezért, hogy többet foglalkoztam vele. É, és aztán, hogy alakult ki a gyerekgyűjteményből ez a felnőtt gyűjtemény? Mert gondolom mai napig gyűjt. A mai napig gyűjtök, hát először nyilván én a magyar béget gyűjtöttem, de az ember megveszi, mindig posta tisztán, elteszi, elrakja, akkor elkezd... Ne elkezdem. haragudjon, de én, én tudom, hogy mit jelent, de a hallgatóink kedvéért mondja, hogy mi az, hogy posta tiszta. Jó, tehát az a posta tiszta bélyeg, amit a, a posták kiadnak, aminek a hátoldalán valamilyen ragasztó van, és még nem használták föl, nem ragasztották fel egy borítékra, Sintek. és ezt így elteszik. Aha. Tehát így elteszik ez a posta tiszta bélyeg. Ez ö, ö, nagyon vigyázni kell rá, mert sok gyűjtő például, ha egy új lenyomatot talál hátul, már azt kidobja, az már nem jó. Tehát ezt szépen kell kezelni, ezek a posta tiszta bélyegek. Igen, és a gyűjtőpiacon, ha jól tudom, ezek jóval többet érnek, mint ugyanaz a bélyeg, ami nem posta tiszta. Hát, változó. Változó, vannak olyan bélyegek, amelyek például levélen nagyon értékesek, sőt sokkal értékesebbek, mint a posta Vannak olyanok is, ahol a használt bélyeg értékesebb, mert ritkán hagyták, eldobálták, és most már a posta van meg, de általában a mostaniak, tehát az újak között valóban a posta tiszta drágább. Itt még egy kérdés, ha már jól tudom, itt pont, hogy vannak, amik borítékon értékesek, ha jól tudom, hogyha valamit úgy adnak ki, és úgy pecsételnek le, hogy egy sozart része, vagy olyan helyen megy keresztül, akkor az növeli az értékét. Így igaz. Így igaz. Ezt úgy hívják most, hogy futott levelek, és a Logikusan a futott levelekre fölrakott bélyeg az a legritkább ma változat. Egyrészt, mert a posták nem nagyon használják, másrészt ezek elvesznek. Tehát széttépik, eldobják, nem lehet tudni, mi a sorsa, míg a posta tisztább mindenki elteszi. És volt még egy oka, miért a futott levelek ma drágák hogy régen az volt a divat, hogy ezeket a bélyegeket leáztatták. Ez egy külön program, hogy levágta szépen a négy, négy sarkát, leáztatta, utána rátette egy itatósra, utána lepréselt, és aztán így tette be az albumba. Ez a pecsételt bélyeggyűjtemény. Tehát... Igen, ez, ez is egy nagyon érdekes szegmens a önök tudományának, vagyis a magyar bélyeggyűjtésnek. Aztán mondta, hogy magyar bélyegekkel kezdett, és hogy, 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 hogy ment át más országok bélyegeire? Hát úgy, hogy egyszerűen, tehát betelik a paletta. Ugye magyar bégeket is az ember veszi folyamatosan az újdonságot, és elkezdi visszafelé gyűjteni, és aztán rájön, hogy minden megvan. Uh -huh. És ennek a gyűjtésnek pontosan az a lényege, hogy valamit gyűjtök, valamit szeretnék összerakni, és akkor az ember mindig rá... Például, hogy kezdtem el svédbélyeget gyűjteni? Úgy kezdtem el svédbélyeget gyűjteni, hogy a szomszédba volt egy bácsi, akinek a a rokonai kinnéltek Svédországba, és ezek rendszeresen leveleztek, havonta két-három levél jött, és elkértem tőle. És egyszer csak láttam, hogy van ott egy olyan 5-6 évre szóló bieganyag, és akkor elkezdtem a svédet gyűjteni. Vagy elkezdtem a sportot, az olimpiát gyűjteni, és akkor ezek úgy Bővülnek, bővülnek. Lehet, hogy most egy butaságot fogok mondani, de egy kicsit az úgy tűnik nekem, mint hogy a bélyeggyűjtés olyan, mint amikor az ember elolvas egy, könyv, egy országon egy könyvet, és akkor fantáziáról vagy vagy különböző olyan vadlegényes tájakra jut el, ahol nem volt, tehát ez is benne van? Szerintem ez is benne van. Lehet, hogy néhányan így indultak neki, de hát rengeteg indoka lehet például most nagyon divatos, hogy azokat az országokat gyűjteni, amelyek befejezett bélyegkiadást produkálnak, ilyen például az NDK. NDK elkezdett bélyegeket kiadni, az NDK megszűnt, soha többet nem lesz NDK. Ez egy olyan komplett teljes anyag, amit ma össze lehet gyűjteni. Ilyen például a Szovjetunió. Pont ide akartam kiukadni, mert, mert mint Oroszország meg egy csomó tagállam létezik, de úgy, hogy Szovjetunió vagy Szovjet, Szovjet bélyeggyártás már nincs. 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 És a Szovjetuniót most rengetegen elkezdték gyűjteni, én is egyébként, aki eddig nem gyűjtötte. Mert ez egy olyan összerakható anyag, amit az ember készre tud csinálni. Igen, és tulajdonképpen ugyanúgy kordokumentum, kor mint minden más lelékvia. Hogy Hogyne, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy aki mondjuk bélyeggyűjtanak, némi történeti vagy irodalmi érdekeltség is kell, hogy legyen. Tehát kell, hogy érdeklődjön a társadományok iránt is. Ön szerint? Hát én szerintem rengeteg kulturális információt hordoz. Például én, mi azt szoktuk mondani, hogy nagyon nagy baj, hogy az iskolai oktatásban nem használják ki a bélyeggyűjteményt. Tehát gyakorlatilag az iskoláknál nincs olyan tantárgy, amit ma már nem lehet bélyegekkel bemutatni. Könyvek készülnek. Kémiára például ilyen vastag, most nem tudom mutatni a hallgatóknak, de egy jó, jó vastag könyv készül, ami végig Több újnyi, mondjuk. Több okra. na, nagyszerű, több bújnyi. És gyakorlatilag az iskolai oktatásban nem nagyon használják. Tehát az egyik dolog, ami felé most próbálunk elindulni, hogy oda kerüljön vissza a bélyeggyűjtés. És mit tudnak ezért tenni? Mert ez egy nagyon izgalmas dolog. és azt hiszem, nem csak a bélyeggyűjtés, hanem több olyan tudomány van, aminek ott lenne az iskolában helye. De önök mit tudnak ez lobbizni, vagy elérni, hogy, hogy mint a kultúra egy nagyon fontos szegmense bekerüljön az iskolába, vagy az oktatásba, vagy legalább szakkari szinten? Hát ilyen kisebb próbálkozásokat teszünk, hogy pályázatokat ír ki például a Magyar Posta ebben a pályázati bírálóbizottságban mi is benne vagyunk, és itt elsősorban az iskolák részét, vagy az iskolák pályázatait fogadjuk be, megpróbálunk a mi aktíváin keresztül iskolai szakköröket alakítani van egy ilyen mozgalom. Megpróbáltunk egy mentori hálózatot kiépíteni, hogy idős gyűjtők, vállaljanak föl egy-egy gyereket és támogassák a béggyűtésben, de ezek, ezek mind csak a felszín, az igazi az lenne, ha bejutnánk az iskolába. Most ugye, ott az iskolában az a gond, hogy a rendszerváltás után mindent onnan kisöpörtek, nem lehet úttörő mozgalom, semmi nem lehet, tehát gyakorlatilag nagyon nehéz bejutni. Hát most azzal próbálkozunk éppen, hogy pályázatot adtunk be egy gyűjtő szakköri foglalkozási rendszer létrehozására, és ebben a gyűjtő szakkörben benne lesz a bélyeggyűjtés, ez egy akreditált tanfolyam, ami reményeim szerint azt jelenti, hogy ha elfogadják a pályázatot, hogy a pedagógus iskolába indíthat szakkört, ezért valami fajta totálást kaphat, és akkor azt mondom, hogy megéri neki ezzel foglalkozni. Ez annál is inkább érdekes, mert most már az új szabályok szerint az iskolákban négyig, ötig ott kell lenni a gyereknek. Tehát nem engedik el, és nagyon sok iskola azzal küzdik, hogy nem tud neki milyen programot adni. És ez egy nagyon jó kultúrális program, ami mindenféle humán érdeklődését és, és ismereteit jobban tudja nevelni a gyereknek, hogyha jól Így van. Így van. Tehát amely, amelyik gyerek ezzel megismerkedik, az, az valóban örül neki és szeret. Ez nekem egy új, új, újabb kérdést vett fel, hogy ön szerint a mai gyerekek, mint ment a felgyorsult világban, meg a, a kompjúterek világába, meg a, a abban újfajta galaxisba, amiben beleléptünk, tehát az, hogy tulajdonképpen ráklikkele két gombra, és Kínából bármit látok, vagy, vagy bárkit meg tudok keresni. Mennyire van hely egy ilyen nyugodt, egy kicsit még a régi humánum tradícióit fel, ö, felelevenítő hobbinak, vagy szórakozásnak, hogy mennyire tudjuk, tudunk rávenni a gyereket, hogy üljön le nyugodtan egy helyen, és akkor foglalkozzon ebben. Érdekes felvetés, mert itt a pessimisták nálunk is azt mondják, hogy vége a bélyeggyűjtésnek. Tehát ezt egyszerűen a mai gyerekek nem érnek az internet elé, ott van a játszógép sokasága, ezt a Tamás csinál. És nekünk ez azt mondja egyébként, hogy rá kell állnunk erre a hullámhozra. Tehát nekünk egy olyan honlapot kell majd működtetnünk, amit a gyerekek elérnek, ahol ő bélyegeket láthat, ahol csereber élhet, ahol különböző levelezéseket lefolytathat külföldiekkel, vagy akár magyarokkal, hazajakkal. Tehát rá szeretnénk vezetni őket az interneten keresztül a bieggyűjtésre. Indul egy ilyen program éppen most. Azt hiszem, hogy ez már önmagában egy jó kezdeményezés. Egy picit beszéljünk arról még a szünet előtt, hogy ö, tudhat tudunk arról valamit, hogy hogyan alakult ki a Magyar Bélyeggyűjtők Szövetsége? Tehát a múltban erről tud-e valamit mondani, vagy milyen tradíciókra vezethető ez Tó, vissza? Hát nagyon röviden, ugye az első magyar bélyeg az a kiegyezéshez kötődik, 1867. Érdekesség ennek a kiadásnak, hogy ugyan magyar kiadás, de ugyanezeket a bégeket használták Ausztriában is. És a... Az első olyan önálló bélyeg, ami már kifizetten csak a magyar posta igazgatás területén van, az 1871-es. Tehát ez azt jelenti, hogy azóta folyamatosan jelennek meg a bélyegek. Na most, ha azt nézem, hogy a mai bélyek kiadás milyen, az látszik, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ez le fog csökkenni. Sőt, arról van szó, hogy egyre több bélyeget adnak ki a magyar posta is sőt a külföldi országok is egyre több béget adnak ki, úgyhogy itt már dömping van lassan, és hiába nem használják fel a postán, érdekes módon mégis kiadják és veszik. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek hosszú távon is van valami jövője ennek a béggyűtésnek. A, és egy kicsit akkor beszünk arról, hogy az ön egyesületem, mert azt hiszem, a 1970 et mondott, ami ott azt hiszem, a székházban vannak, de előbb alakult az egyesület, vagy ez volt az indulás. Há, hát erre nem válaszoltam igen, ez el, elnézést kérek érte. Na, és akkor a, a gyűjtés, amikor rögtön azonnal megindult a gyűjtés, méggyűjtő körök egyesületek alakultak, és egy idő után szükségét látták annak, hogy szövetséget hozzanak létre az érdekvédelmük érdekében, és más szempontok szerint. Maga Mabiusz... Sokkal biosz... egyszerűbb egy szervezet formába gyűjteni, meg könnyebb hozzáférni, meg egy csomó egyéb hozadéka van. tehát kiállításokat kezdtek szervezni, cseréberit kezdtek megvalósítani, és a, gyakorlatilag, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Kétszer alakult, mert egyszer 1922-ben, aztán 1952-ben, tehát gyakorlatilag azóta létezik ezen a néven, hogy ma Itt egy picit akkor, ez nagyon-nagyon érdekes, akkor ö, ö, azt mondta, hogy a 70 környékén kerültek ebbe a székházba. 71-ben. Akkor ő már itt volt? Nem. Hát gyűjtő voltam már, én 1958 óta vagyok tag. Az András út háromban voltak eleinte, a bélyeggyűjtőink, és aztán költöztek át ide, amikor ez a székház megépült. És mit lehet ö, mesélt már a székház történetekről, és mit lehet tudni, hogy itt hogy termelhet az Egyesület, hogy fejlődött a székház, mondta, hogy az elején kifejezetten nagy kapacitással ki tudták használni. Ö, lehet tudni, hogy itt milyen történeteket tagozódott a, a székház, meg illetve a, a, amit már ön is ismert, meg az Egyesület? Hát gyakorlatilag. Ö, többfajta iroda is működött itt, tehát volt az újdonságkiosztás, volt a cserefüzet, tehát különböző szakterületek voltak, ezekre ma egy-egy ember, egy nyugdíjas ember van csak, és ugye azt tudni kell még, hogy folyamatosan hét területi irodát is kiépített annak idején a Mabéosz, ezek a terület irodák mára gyakorlatilag megszűntek, ami egyébként azt eredményezte, hogy hogy ahogy egy területi iroda megszűnt, ott látványosan csökkent a gyűjtők száma, a száma. És azért egy ilyen szervezetet fenntartani, ha nem tudunk, akkor ez, ez, teljesen logikus következmény. Éppen ezért most egy olyan rendszerben gondolkozunk, hogy a régi területi irodák helyett egy bázisköri gyűjtőrendszert alakítsunk, hogy minden megyében legyen egy olyan központ, amelyik egy kicsit átvesz ezeknek a területi irodáknak a szervező szerepét. Ö nem sokára szünetet tartunk, de akkor már térjünk át a következő témánkra. A, a, tulajdonképpen hogy működik ma a Mabios, tehát amiről beszéltünk. Itt ami érdekelne, hogy, hogy most azért egy egész új körben milyen olyan szervezeti változásokra, illetve új szervezésre van szükség, hogy, hogy még jobban tudjanak pregnálni. A Mabios egy civil szervezet. Ez magyarul egy egyesületként működik, a legfontosabb döntéseket egy küldött hozza. A küldött delegálnak küldötteket a megyék, a különböző báziskörök és a szakosztályok. A két küldöttgyűlés között időszakban egy elnökség irányítja a munkát, ez egy héttagú elnökség. Ha még a szervezetet föl kell vázolni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy működik 14 szakosztály, és működik még 5 szakbizottság. Ezen kívül természetesen ö, maguk a gyűjtők azok bélyegkörökben tömörülnek, és gyakorlatilag ö, 19 megye és 4 budapesti körzet fogja össze ezeket a bélyeggyűjtőköröket. Tehát körülbelül ez a Mabéos szervezete. Természetesen éves program alapján működünk, Gyakorlatilag az elnökség havonta ülésezik, küldőgyűléseket évente tartunk, vezetőség választó küldőgyűlés négy évente, tehát egy normál egy normál egyesületi, civil, működésre egy normál egyesületi rendszerben működik. Mennyire uh, tudják uh, így koordinálni, vagy friss információkhoz jutni az, hogy, a, hogy szerves, organikus rendszerként működjön a Magyar Bélyeggyűjtők Szövetsége? Uh, igen, tehát uh, több ilyen lehetőségünk van, az egyik, hogy van egy újságunk az a neve, hogy bélyegvilág, és egyébként a mai trendnek megfelelően a bélyegvilág már kiegészült a numizmatikával, tehát és numizmatika. Éve. Ők is egyébként itt vannak a házban, és itt bérelnek termeket. Van egy honlapunk, amely éppen most áll átalak, átalakítás alatt, és ezen kívül állandó körleveleket küldünk szét a tagjainknak, és természetesen személyes kapcsolatok is vannak, különböző értekezletek, tehát ezek gyakran így működik a szervezet. Nagyon érdekes lehet, amikor két bélyeggyűjtő összül és információkat cserélnek, ez, ez, még az Teszem azt mint azért elég tapasztalt bélyegyűjtő előfordul, hogy valakivel elég másik bélyegyűjtővel, és akkor teljesen új adatokat vagy információkhoz jutnak? Hogyne hogy persze, hát még most is írja az embert meglepetés, hogy mutatnak egy olyat, amiről nem tudott, nem látta, mit tudom, valamilyen tévnyomatot, és akkor kiderül, hogy jé, itt egy újdonság, természetesen. Hát ez a, gyakorlatilag ez az egyik nagyon fontos eleme a bélyeggyűjtésnek, hogy társaságban lehessen, otthon is lehet, de hát a legjobb az a társaságban. Hát ez a ha jól értem, ez a bélyeggyűjtés, amióta csak kialakult, nem egy egyedi dolog volt, hanem mindig szükség volt kommunikáció, emberi kapcsolatokra, barátságokra, üzleti kapcsolatokra. Így van. Így van. Abban együtt, hogy el tudom képzelni, hogy van néhány olyan magábaroskodó gyűjtőnk, aki otthon, <laughs> otthon, csak ő saját maga, de hát azért a, leg, a többség nem ilyen. Akkor a szünet előtt még egy utolsó kérdés, hogy önnek a bélyeggyűjtés szerzett olyan baráti barátokat, esetleg olyan kapcsolatokat, amit egy életen keresztül elkísérik? Természetesen szerzett, és természetesen szerzett ellenségeket is, tehát ez, ez így működik ez a rendszer, igen. Lehet -e csak egy, egyről így beszélni? Most nagyon rövide, hogy mondjuk egy olyan barátság, ami a bélyeggyűjtésen keresztül alakult ki, vagy olyan munkakapcsolat? Hát, ha meg kell nevezni valakit. Nem muszáj csak a, a stílusát, vagy, vagy hogy teteted, nem, nem muszáj senkit megnevesíteni, ha nem akar. Nem, de, de nem is tudok. Hát itt gyakorlatilag sok ilyen van, ha most az ember valakit kihagy, akkor nyilván. A, megsér. a másik megsértődik. Na jó, én javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk, és folytatjuk aktuális dolgokkal, meg talán még egy picit a múltal is. Tehát ott tartottunk, hogy itt személyes kapcsolatokról beszéltünk, meg már egy kicsit aktualitásról, aktualitásokról a szünet előtt. Itt uh, hallottam, hogy egyébként nem csak uh, egymással tartják a kapcsolatokat, hanem nagyon szép van vannak országos rendezvényei. Erről hallhatnánk-e valamit? Milyen rendezvények ezek? Ki céloznak meg, és mennyibe segítik elő a bélyeggyűjtést? Hát uh, egy kiállításokról van szó elsősorban, aztán természetesen különböző előadásokról. Most beszéljünk a kiállításokról. Minden évben megrendezzük a Humfila elnevezésű nemzetközi biek kiállítást. Ebben az évben Tatán lesz ez a kiállítás. Tavaly Debrecenben volt, jövőre szombathelyen lesz. Mindegyiknél próbálunk valamilyen évfordulóhoz kötődni. Például Tatán most nagyon érdekes, hogy ahol a kiállítást megrendezzük, az egy középiskola, az Ötvös József középiskola, ami 250 éves ebben az évben. Egy kicsit ezt az ünnepséget ehhez tartjuk. Ez Tata, hát ugye? Azt mondta. Tessék? Ez most Tata. Tata. És ez a, ezek a kiáltások azt jelentik, hogy körülbelül 9-10 országból hívunk meg gyűjtőket, természetesen a hazai gyűjtőket is, és körülbelül egy olyan 5-600 keretnyi anyag kerül bemutatásra, Hát az, hogy egy keret mit jelent, az azt jelenti, hogy egy egyszer egyméteres oldalon vagy lábon álló lapon 12 A4-es lapot mutatunk be, tehát a 600 keret el lehet képzelni, hogy az milyen rengeteg. Ezen kívül természetesen a szakosztályunk is rendeznek kiállításokat, a körök is rendeznek, kiállításokat, ezek kisebbek, de nagyon fontosak a gyűjtők szempontjából. A másik ilyen rendezvény ami nagyon fontos, a különböző szakosztályok által tartott előadások, ezek szakmai előadások, ez egy kicsit továbbképzés jellegű, és nagyon jó szakembereink vannak, és érdemes ezeket végighallgatni, azokat látogatni. Ezeket általában itt a házban rendezünk, hogy a bélyegmúzeumban, tehát rendesen folyik az élet nálunk. Hát érdemesnek tartja, hogy esetleg külsősök is megjelennek, hogyha érdeklődnek ezek után a dolgok Hát, külsősök is, de van, van olyan is, hogy külföldi előadókat kérünk föl, és akkor ezek természetesen ezek nyitottak. Fontos az, hogy tartsák, mert itt a kiállítás kapcsán, meg e kapcsán is megjelent, hogy sok külföldi vendég van, és sok, sok külföldi előadó van. Fontos az, hogy, a, hogy külföldi gyűjtőkkel, illetve szervezetekkel tartsák a kapcsolatot? Milyen pozitív hozadéka van ennek? Én szerintem fontos. Egy, ugye van egy FEPA nevű szervezet, ez a Filatélisták Európai Szövetsége, ennek a szövetségnek tagjai vagyunk, ennek a szövetségnek nemzetközi kiállításai vannak, nagyon jó szakemberek dolgoznak nálunk, több nyelvet beszélő zsűri, zsűrórok, akik meghívást kapnak ezekre a nemzetközi kiállításokra, és ezek a személyes kapcsolatok is fontosak olyan szempontból, hogy például szívesen jönnek ide a külföldiek. Tehát nem kell azért könyörögni, hogy gyertek hozzátok az anyagokat, jön, jól érzi magát, találkozunk, egy kis baráti programot szoktunk mindig részükre szervezni, tehát ezek ilyen jó kis kapcsolat építő rendezvények egyben. És az, az hogy idejön, az csak előadást tart, vagy esetleg hoz a gyűjteményéből, vagy bemutat külföldi gyűjteményeket Hát is. A, ha csak előadást tart, akkor most már általában ezt hozza, földogozza, leszkenneli, kivetíti, úgy tartja. De a kiállításra muszáj neki a tényleges anyagot elhozni, tehát a kiállításon szigorúan tilos másolatokkal megjelenik. Uh -huh. Úgyhogy aki másolatot tesz be, azt azonnal kizárják a rendszerbe. Tehát akkor azt mondják, hogy ezt köszönjük szépen. És ez izgalmas dolog az, hogy teszem azt most, jön Svájcból, csak mondok két hülyeséget, vagy teszem azt, hogy jön Belgiumból két, két gyűjtés, megmutatja önöknek a kiállítását, az, az, egy nagy dolog a önök életébe? Érdekes, tehát mondjuk, ha valaki gyűjt egy témát, és ebben a témában lát egy másik anyagot, egy mástól származó kertes anyagot, az rengeteget jelent. Mondok egy példát, Tavaly például kim voltam Lugánóban, ott volt egy Alpokadria nemzetközi kiállítás. Ez egy olyan sorozat, hogy minden évben az Alpokadria országaiból más-más helyszínen rendezik, akkor Lugánóról volt szó. Én véletlenül, mert hogy voltak svájci rokoni kapcsolataim, gyűjtöttem a svájci bélyeget, és gyűjtöttem az úgynevezett projuventúte bégeket, amit 1913 óta adnak ki Svájcban, ezek az ifjúság támogatására feláras bélyegek, és akkor megnéztem egy pro Juventute anyagot, és azt mondtam, hogy én előtte megjegyzésként úgy kacérkodtam mert hogy én is kiállítom az én pro Juventute anyagomat. Tehát most már annyi van belőle, hogy és megnéztem, és azt mondtam, hogy nem, soha nem fogom kiállítani, mert ott annyira bő és annyira jobb anyag volt, hogy ezt a büdös nem tudom elérni. Tehát nyilván egy svájcinak, aki ott a helyszínen, könnyebben hozzáfér, régebben gyűjti. Hát ilyen szempontból persze, hogy van rá hatása. Ez csak egy példa volt. Igen, igen, azt hiszem elég példa. Itt nagyon sok minden felmerül, de már hogyha bélyeggyűjtésről beszélünk, akkor nem lehet kihagyni, hogy van egy olyan szervezet, ami, ami mindig kapcsolódik a bélyeggyűjtéshez, ez pedig a Magyar Posta. Ahogy hallottam a múltban is, tehát amikor, mert ők adták ki az első bélyegeket, most milyen a viszonyuk vagy kapcsolatok a postával, kell -e, hogy legyen kapcsolatuk? Nagyon fontos, hogy legyen. Van is egyébként középtávú megállapodást kötöttünk a postával, és ezen kívül egy úgynevezett éves bizományosi szerződésünk is van velük, ami azt jelenti, hogy vállaljuk, hogy a tagjaink részére árusítjuk a magyar posta bélyegeit. Ezen kívül természetesen sok minden más van ebben a megállapodásban. Azt szokták mondani egyébként, hogy Magyar Posta is bélyek kiadás nélkül nincs Mabéhoz, tehát nyilvánvalóan kettő összefügg. Az egy más kérdés, hogy a gyűjtők időnként tesznek észrevételeket a Magyar Posta bélyegkiadási politikával kapcsolatban, hogy például nem tarifahelyes, nem tudom, hogy ezt el kell majd magyarázni, hogy mi az, hogy tarifahelyes, tehát az, Szerintem hogy... Szerintem nem át, mert, a, mert ez egy bélyeggyűjtőnek, illetve olyanak, aki nap mint nap levelezést ö, 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 tesz adnak, igen, de egy, egy laikusnak ez nem biztos, igen, hogy ilyen egyértelmű a lenne. A szívjuk tarifahelyes bélyegnek, amelyik éppen egy megadott postai díszabásnak megfelelő összeget tartalmaz. Tehát ha most 135 forint a a belföldi, most csak mondtam egy számot, akkor az legyen 135 forint, de a Magyar Posta sokszor még több ezer forintos bégeket is kiad, tehát ez az egyik panasz. A másik panasz az szokott lenni, hogy túl drága, mert hogy, hogy, persze hát nincs pénz. A harmadik, hogy nem szép, Ezek, ezeket mindig módjával kell kezelni. Volt egy olyan eset, hogy a Magyar Posta kiadott egy, egy húsvéti béget, egy nyuszi volt, és akkor ez egy óriási botrány volt, hogy milyen ronda, és akkor kiderült, hogy a gyűjtők másik felének meg ezt tetszett. Tehát ez egy, ez egy egyéni dolog. De egy nagyon érdekes dolgot vett fel, én csak kíváncsi vagyok, hogy vajon kik tervezik a bégeket, kitrajzolják, és hogy jön létre egy bég, mert ezen sosem gondolkodtam el, de tulajdonképpen a, egy bélyeg majdnem, hogy bizonyos szempontból helyenként művészi alkotás tud lenni. Sőt, ez biztos, hogy művészi alkotás, a grafikának egy teljesen speciálisága. A Magyar Post egyébként több grafikussal dolgozik, általában versenyezteti ezeket a grafikusokat, és hát a kiválasztott tervajzok alapján eldönti egy külön zsűri, ebben mi nem vagyunk benne, tehát a, a Magyar Béggyűjtök Országa Szövetsége nincs képviselve, eldönti, hogy mi az, amit kiadnak. És meg kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi trendnek megfelelően egyre inkább érdekes bégeket ad ki a Magyar Posta, tehát különböző technikai megoldásokkal színesíti, QR kódot tesz rá, és így tovább, és így tovább. És az az igazság, hogy ezt a gyűjtők szeretik. Tehát szeretik, és akkor ez, Nyilván ez az együttműködésben ez kifejezésre is jut. Minden évben eldöntik a gyűjtők, hogy melyik az év legszebb bélyege. Ezt a gyűjtők megszavazzák, mi szavaztatjuk meg. Tehát a, ha valakit érdekel, és megveszi a következő havi bélyegvilágot, akkor abban benne lesz a 2014. évi összes magyar bélyeg, és lehet rá szavazni, hogy melyik a legszebb. És a legszebb bélyeg. Előállítójának, tehát a grafikusnak, a készítőnek, a grafitusnak és az ellátó nyomdának jár egy ilyen emlékserleg, egy ilyen vándorkupa, amit minden évben kiosztunk. Pontosan a tatai uh, Humphila kiállításról lesz ez kiadva. Itt azért nagyon-nagyon érdekesen ismert több is, tehát személy szerint. Hogy bég... nem, hogy nem, hogy ne. sokat ismerek. Sokkal, sokat meg is hívunk ide a házba, rendszeres vendég volt például a Dudás nevű grafikus szegény, éppen most ment el közülünk, aki hát rengeteg bélyeget tervezett, de a Vertel is, tehát nagyon sokat ismerünk. Hát aztán a, a régiek közül is a, az utódokat, tehát természetesen van kapcsolatunk. És ők kifejezetten csak le, tehát le, úgymond ilyen grafikusok vagyok, más területen nem. is dolgoznak? Nem, hát nem, ebből nem, valószínűleg ebből nem tudnának megélni, más területen is dolgoznak. De például van olyan, aki a pénzeket, a magyar pénzeket tervezi évtizedek óta, tehát ezek nyilvánvalóan több lábon állnak. Itt beszéltünk már a magyar postáról való kapcsolatokról, de felmerül az is, hogy ne hogy Isten, most csak mondtam, hogy esetleg az osztrák vagy a Cseh postával vagy bármilyen tartják a kapcsolatot, már csak ilyen csere ügyletek, vagy, vagy kommunikáció szinten. Mármint mi a Igen. Nem jellemző, nem jellemző, mi inkább a, a nemzeti, nemzeti tartunk kapcsolatot, a magyar posta valószínű, hogy tart, én ezt nem tudom pontosan, de nyilvánvaló, hogy ők tartanak a külföldi postákkal. Nekünk egyetlen egy postával van kapcsolatunk, ez pedig az ENSZ-nek a Bécsi Postai Gazgatósága, mert ugye az ENSZ bégeket három helyen adják ki, ugye New York-be, Svájcban és Bécsben és van egy körülbelül 20 fős gyűjtői körünk, aki vásárolja ezeket az ENSZ bélyegeket, és mi direkt kapcsolatban vagyunk az ENSZ bécsi postai ezen kívül nekünk postai kapcsolat külföldön nincsen. Egy nagyon speciális dolog jutott eszembe. Minden karácsony előtt van egy, egy úgymond egy postai vagy bélyeg ilyen kiadvány, amit úgy hívják, hogy kiskarácsonyon ment keresztül erről. lehet -e tudni, mert ezt nagyon sokan hallják, mert nagyon sokan mondják, de nagyon sokan nem tudják, hogy ez pontosan mit jelent. Ha jól tudom, ez a kiskarácsony egy magyarországi település. Azt hiszem nagy karácsony. Nagy bocsánat. De igen, tehát ez egy érdekes kezdeményezés a postának. Elnézést, tényleg nagy karácsony. Nagy karácsony igen. A, minden évben kiad a posta most már hagyományosan úgynevezett karácsonybélyeget, és alkalmaz egy ilyen zöldszínű, karácsony emlékbélyegzést, méghozzá többet. Hetente változik a bélyegzésnek a képe, és aki megveszi, megvesz egy ilyen kis bilétácskát, most azt hiszem 50 forintért adják, azt, ezzel azt vállalja, hogy a, a, írt a posta azt vállalja, hogy nagy karácsonyon keresztül fogja feladni a bélyeget, és ezeket a különleges zöldszínű bélyegzőket is ráteszi, erre a karácsony bélyekre. És ez egy, aki gyűjti a karácsony bégeket ez nagy hobbi, de aki nem gyűjti, és kap egy ilyet, annak is egy kedves emlék, nyilván, mint hogyha valami felragasztott valami címkét kapna el helyet. Igen, azt hiszem én is. Önnek van ilyen gyűjteménye, vagy ez, ez annyira nem foglalkoztatja? Hát elkezdtem a karácsony bégeket összerakni, de annyira nem, tehát annyira nem. Van önnek kedvenc, ezt már kérdeztem, de hogy, hogy olyan szakterületek bélyegen belül, ami, amivel a legszívesebben foglalkozik? Hát, Vagy ő, egy mondjuk, egy gyűjteménye? Mondjuk, amit, amit, úgy próbáltam összeszedni, ez egy olimpia történeti kiállítási volt, egy olyan megközelítéssel, hogy csak azokat a bélyegeket próbáltam bemutatni, amit a rendező ország adott ki. És ez elkezdve 1896-tól az első olimpiától egészen napjainkig, mert hát ezzel az anyaggal két olimpián is, mint kiállító kim voltam, az Aténi olimpián és most Pekingben, ugyanis egy időszakban a, az olimpiák kulturális kísérő rendezvényei között volt egy nagy nemzetközi bélyekéltás, de az csak sporti bégekkel és olimpi bégekkel. Na most ez, erre mondjuk ez azért érdekes a számomra, mert mi sportoló soha nem vittem el odáig, hogy én olimpiai versenyeken részt vegyek, vagy olimpikon legyek, így viszont mondhatom azt, hogy én egy olimpikon vagyok, mert részt vettem ezen a két olimpián. Hát ennyi, ennyi mondjuk hiúság meg Igen, ha már sportról beszélt, akkor mi, mi, mi ott sportolt? Kicsit, hogy elevezzünk. Hú, ha... hát rengeteget. Én úszóként kezdtem, aztán lettem labdarúgó, aztán lettem kosaras, nb is játszottam. Melyik csapatba? Székesfehérvár építők, aztán a Tungsramba is egy kicsit visszajátszottam még. Aztán, hát most már idősebb korban megint úszok inkább, meg éppen most nyaggatnak, hogy menjek teniszezni, de vissza kéne menni teniszezni, csak már két éve nem volt ütő a kezembe, és én tudom magamról, hogyha két évig nem játszottam, akkor utána Nehéz kell, visszállni. kell három hét, mert a labdák össze-vissza csak a pályára nem. Tehát ezek szerint mindig is elkísérte a sport az egész életét? hát TF-et is végeztem, tehát persze. Milyen szak? Szervezői szakot. Aha, sportszervező, hogyha. Igen. És akkor a sport a mai napig, mint, mint érdeklődés végigkíséri az életét, tehát azon kívül, hogy művelés ezeket, ahogy hallottuk? Hát szívesen. Például a sportközvetés szívesen megnézem, tehát érdekel a sport, foglalkozom vele, de hát nyilván már nem olyan intenzitással, mint régen. Hát hisz gyakorlatilag az életem nagy részét sportvezetőként töltöttem. Tehát erről még nem beszéltünk. Még van egy kis időnk, azért beszéljünk róla. Hát tehát gyakorlatilag 1971-től én már sportvezetőként dolgoztam nyugdíjig. Először a 13. kerületi tanásnál, aztán a főpolgármesteri hivatalnál, onnan is mentem nyugdíjba, tehát végig te az életemet. Onnan is vannak szép emlékeim. Ez a sportvezető, mondjuk az önkormányzat, az mit takart? Hát bekerültem, mint szakszövetségi referens, nyolc sporták tartozott hozzám, és mikor eljöttem, akkor a sportosztály vezetője voltam. És hát mondjuk a rendszerváltás utáni időszakban lettem osztályvezető, és ott azért szép dolgokat csináltunk. Például akkor sikerült a főváros részére visszaszerezni egy csomó olyan sportingatlant, ami a fene tudja kié volt. Tehát ilyen volt a Városligeti Műjégpálya, akkor a Margit szigeti, ma úgy hívják atletikai centrum. A és a hát, nagyon ami szép központ lett. Szép lett, és a Városligeti Műjégpályát rögtön, ahogy megszerezte a főváros, azonnal utána jártam, elkezdtem nézegetni, és láttam a régi tervrajzokat, hogy le bombázva az egyik fele, és azonnal megindultunk, hogy ezt újjá kell építeni, és ezt nem lehet így hagyni. Hát és nagy küzdelmek után már az utódom volt az, aki ezt a, a projektet be tudta fejezni Európai Uniós támogatással. Meg kell nézni, hogy hogy néz ki most a Városligeti Műjégpályát. egy gyönyörű igen, igen, nagyon szép és impozáns. Beszéltünk akkor már a bélyeggyűjtésről, beszéltünk a sportról. Van esetleg még olyan hobbi vagy tevékenység, amit szívesen csinál ezen kívül? Hát kihagytam a sportból a természetjárást. Most már kezdek egy kicsit erre felé stendálni. Ha valaki azt hiszi, hogy a túra egy könnyű sport, az nagyon téved, az egy napi 16 kilométeres, vagy még annál nagyobb túra, az az egy kemény dolog. Uh -huh. Hát volt erdélyi túrán voltam, meg járom a környéket, tehát most inkább ezzel foglalkozom. És az erdélyi túra az mit akart? Ez érdekes túra volt, ez dél volt, tehát egy brassói bázissal, hát nem Brassa, nem négy falu, ott, ott van a mellett. Gyakorlatilag négy falunak még mindig a fele magyar, egy magyar családnál laktunk, és aztán bejártuk ott az egész környéket, egész Gyimes felső ahol a MÁV utolsó állomása található, nem tudom ez mennyire ismert, amit most nagyon szépen hoztak, egy kis mini kiállítást berendeztek ott. Hát ez egy varázslatos vidék. Tehát... Nem ismert, de hogyha kicsit segítene a hallgatóinknak, hogy mit jelent az, hogy a máv utolsó állomása. Tehát gyakorlatilag a Gyimes felső büki máv állomás az a régi ország határ szélén van, még annak idején egy magyar-román közös megegyezéssel egy vasútvonal épült ezen a területen, és hát ott romokban volt a, ez az állomás, nyilván el volt hanyagolva, és egy ottani pedagógus úgy határozott, hogy ezt rendbe kell hozni. És rendbe is hozták, nagyon szépen, és most ez egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, kiránduló hely lett, oda, oda el kell menni, oda minden évben megy egy vonat, rengeteg magyarral, egy ilyen máváltal küldött vonat. Tehát ez egy nagyon szép kis hely. Hát ott egyébként az a rész nagyon, tehát Csíkszereda, vagy Csíkdomonkos, tehát ezek a helyek, ezeket végigjártuk. Hát érdemes minden magyarnak kimenni egyszer. Megtudni, hogy mi a hazaszeretet, ott meg lehet tudni. Hát igen, meg gondolom, egy kicsit másképp állnak ők is ehhez a dologhoz, mint a itteniek. Itt még egy kérdés, mert lassan riportunk vége felé járunk, hogy egy picit nézzük meg, hogy az Egyesületének milyen hosszú távú perspektívát vagy terveket Tehát mi az, amiben úgy gondolja, hogy fejlesztésre szorul, vagy szeretne javítani rajta? Hát a Mabiosznak a, igen, 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 a mostani aktuális. Hát ami nagyon fontos lenne, hogy a, az évek óta tapasztalt létszám csökkenés megálljon. Ez egy rendkívül fontos, mert nem csak 2500 bélyeggyűjtő van Magyarországon, tízezreket tehető, de nem tagjai a Mabiosznak. Tehát tudunk még, olyan régi Mabeusz körökről, akik működnek ugyanúgy tovább, ugyanazon a helyszínen, de már nem fizetnek tagdíjat nálunk nem tagok. Most ezeket valahogy vissza kéne csábítani. Először az okok érdekelnek, mert hogyha úgyis, úgyis foglalkozom, akkor nem jobb egy országos hálózatban, jobban hozzáférek információkhoz, meg nagyobb körforgásban vagyok. Tehát nem is értem az okát. Többféle oka lehet. Én mondok egyet, hogy nálunk tagdíjat kell fizetni. Ha valaki most a Postánál megrendeli a bélyegújdonságot, azt megkapja, azért semmit nem kell fizetni, sőt a posta ad neki végén valamilyen ajándékot. Tehát a Mabios mélyrepülésének az egyik oka, és ezt nem a, a postát kárhozhatom, hogy a posta elkezdett bélyeget árulni. Régen ez nem így volt, régen bélyegújdonságot csak a Mabioson keresztül lehetett megkapni, most ez nem így van. Hát nyilvánvaló, hogy a gyűjtők egy része azt mondja, hogy minek fizesek tagdíjat, Inkább megveszem, és akkor megtakarítottam mondjuk 5000 forintot egy évben. Tehát ez, ez az egyik nyilvánvaló egyik oka. A másik oka az lehet, hogy a szolgáltatásaink talán nem annyira vonzóak, ezeken is lehetne javítani, ez is lehet egy program. A harmadik az, hogy az ifjúsági bélyeggyűjtés, fejlendítés, amiről beszéltünk. És hát nagyon fontos, hogy a költségvetést egyensúlyba tudjuk tartani. Tehát ezek mondjuk azok a nagyon fontos ügyek, amiről odafigyelünk. Jó, hát akkor beszéljünk egy kicsit még, mert annyi időnk még van, egy-két perc, hogy, hogy hogy lehet úgy a szolgáltatásokat vonzóvá tenni, hogy azt mondjam, hogy jó, lehet, hogy gyűjtő vagyok, lehet, hogy egy kisebb szervezetek tagja vagyok, de én igenis a Mabéhozzal szeretném ezt megoldani. Van -e erre valami tervük? Hát az egyik általános kifogás, főleg a vidéki körök részéről, hogy ők kevesebb szolgáltatást kapnak, mert a Pesti gyűjtőnek könnyű, mert itt a székház, ide be tud jönni hetente két alkalommal, itt van egy nagyon színvonalas könyvtár, itt rendezvényeket lehet megrendezni. Ő nekik meg semmi nincs. Hát az egyik főcsapás az lett, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat, vidékieknek is biztosítani, ott a helyszínen erre szolgál az, amit már mondtam az előbb, ez a bázis gyűjtőköri rendszer, ahol összefognak egy-egy körzetet. Tehát mondjuk ez az egyik rész. A másik, hogy ezeket a szolgáltatásokat, amelyeket mi itt a székházban adunk, ezt is egy kicsit javítani kell. Például vidéki gyűjtők kérték, hogy a könyvtár miért csak délután van nyitva, hát legyen egy nap délelőtt. Meg fogjuk csinálni, hogy legyen délelőtt is nyitva. Tehát sok ilyen apróság van. Itt vásárolunk úgynevezett Mihel katalógusokat, ez egy nagy nemzetközi cég. A világ összes bélyegét itt megrendeltük a Mihelnek az online katalógusát, számítógépen elérhető. Tehát van egy csomó olyan dolog, amiben próbálunk mi is előre jutni. Remélhetőleg az eredményen fog járni az önök egyeslet esetében, egyen. és a 2015-ös évek talán egy kis is fog hozni. Hát nagyon szépen köszönöm Tóth Csaba Kornél elnök úr hogy itt volt, illetve hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Köszönöm a méghívást. Én köszönöm. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet.